Lakóinak emlékezetében ma is él, 7-szer égett le. A II. Világháború itt lezajlott tankcsatájának pusztítását beleszámítva, ez a szám már 8-ra emelkedett. De mint annyiszor az évszázadok folyamán, most sem adta meg magát az enyészetnek városunk. Ősi legendánk szerint hazánkat egy gyönyörű fehér lóért vettük. Kaba területén és környékén volt az első dukátus, magyarul hercegi birtok, ahol a fejedelem örököse tanulta az uralkodást. Nem sokára az ősi vallást elhagyva római katolikusokká lettünk. Első királyunk II. Szilveszter pápától kapta a koronát, épp 1000-ben. Akarod-e a szent hitet megtartani és igaz módon megőrizni? Akarom. Akarsz-e a Szent Egyháznak és papjainak védője és oltalmazója lenni? Akarok. Akarod-e az országot atyáid igazsága szerint kormányozni és védelmezni? Akarom. Úgy legyen. Amen. Feudális központosító hatalom áldozata lett városunk névadója, a gazdag nagyhatalmú Kaba úr, aki testamentumában vagyonát kénytelen volt a pannonhalmi apátságra hagyni. Szerte az országban 8 kabából csak a miénk élte túl a történelmi viharokat. A városháza épületén a névváltozások a történelmi és hatalmi változásokat is jelzik. ...1736 és 1744 között építették a református templomot. Ez a harmadik tető már a templomon, a negyediket ma látjuk. A város kiváló karmesteréről, Mácsai Sándorról nevezték el az új művelődési házat. A vallási tolerancia több évszázados hagyománya városban. Katolikus templom, baptista imaház. Ipari emlékmű régen és ma. A hajdúkat a 17. század elején telepítette Kabára bocskai fejedelem. Ezek az épületek, mintha rájuk emlékeztetnének. De a mai építészet stílusát tekintve inkább a nyugat felé tekint. Vidéki kúria mindössze 5 éves. Az emeleten vendégszobák, lent pedig ők laknak. A falusi turizmusra is készül a város. Kaba lakói tisztelegnek. 1848. Szabadságharc hősei és gróf Batthyány Lajos miniszterelnöknek. A város mindig is a történelem fősodrában élt. Ezek emlékét őrzik a szobrok, a dokumentumok. Első világháborús emlékmű. Második világháborús tankcsata dokumentumai. 1956-ban a szovjet emlékművet ledöntötték. 1989 után merték feltárni, hogy ez tömegsír, ahogy a tábla mutatja. Kaba saját halottjaira csak 1988-ban emlékezhetett. Az 1956-os magyar forradalom indította el a szocializmus felbomlását. Őrzik a múltat a jövőnek is.
Akárhányszor elvitték a harangokat, mindig összejött a pénz az új harangra, és íme a lakhelyük. 1896-ban honfoglalásunk 1000 éves évfordulójára ültetett fák. Nagy hagyományai vannak az önkéntes tűzoltóságnak a városban. Takarékszövetkezet volt, majd iskola és múzeum lesz. Iskola, mozi volt, ma a küzdősportok és a helyi művészeti élet központja. Szabó Mihály kutat fúrt 1908-ban az udvarában. A fúró sziklára talált. Átfúrta a kemény kőzetet. Egy szép nap 150 méter mélyről feltört a termálvíz és a földgáz. Erre épült a fürdő, ezzel Kaba 40 Celsius fokos meleg vízhez jutott. 1937-ben fúrták a második utat, és 500 méterről újabb gyógyvíz szökött fel, mellyel együtt 24 óránként 500 köbméter 94%-os metángáz is a felszínre tört. A víz jód, bróm, mangán és kén tartalmú volt. A fürdő tovább bővült, szépült. De mi történt itt? Mintha háborús front vonult volna végig a területen. A medencékben törmelékek, fülsüketítő zajú gépek. Hova tűntek az emberek, a vidámság, a kedv, az öröm, a játék, a gyerekek lubickolása, önfelett kacagás? Mindez már a múlté? Nem. A jövőt építik itt. A város egyik legfontosabb turisztikai vállalkozását láthatjuk. A gyógyturizmus fejlesztése folyik. A nyáron a fürdésnek már lőttek. Halálra unjuk majd magunkat? Nézzünk körbe, mit csinálnak a kabaiak a fürdőjük elkészültéig. Nyáron nem illik iskoláról beszélni diákok előtt, de mégis most van módunkban elmondani, hogy Kabán a 16. század elején indult be a rendszeres iskolai oktatás. Debrecen a kálvinista Róma rendszeresen küldte ki idősebb diákjait és tanárait 2-3 évre, hogy itt tanítsanak. Kaba is az egyik partikulája volt a debreceni kollégiumnak, mely európai hírű református teológiai intézmény. Ennek következtében az alapvető írás, olvasás, számolás ismeretei a legszegényebb népkörében is megszokott volt. De nézzük a város életét, épületeit, gyönyörködjünk a virágokban, az utcákban, az egész város zöldbe öltöztetik a fák. A templom tornyából vagy repülőről alig látni valamit a városból. A lombok letakarják. Egyre több szép, modern épület szépíti és gyógyítja be a város esztétikai sebeit. Az emberek szorgalmasan dolgoznak, a gyerekek, akik éppen itthon vannak napközben és este is megtalálják a maguk szórakozási lehetőségeit. Mi is elmegyünk néhány rendezvényre.
Filmünk támogatói, szereplői és szándékunk szerint nézői egyre nagyobb hittel indulnak el az öntudatos polgári lét felé, hozzásegítjük őket, hogy európai polgárrá is válhassanak, de büszkék legyenek hazájukra, városukra is.